Szeretettel köszöntöm a nézőket, én Barta Ágnes vagyok, és ezen a héten a Schwenk stábja Kecskeméten a magyar animáció fővárosában járt. Ellátogattunk a KAF-ra, azaz a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra. Tartsanak velünk! A magyar és az európai animációs filmművészet színe java mutatkozott be a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, a KAF-on. Két évente megrendezett nemzetközi seregszemlén idén 30 ország 370 alkotását vetítették le. A KAF a hazai animációs világ legfontosabb fesztiválja, amit annak idején a Kecskeméti Animációs Stúdió alapítói álmodtak meg. A fesztivál és a stúdió alapítójával, Mikulás Ferenccel beszélgettünk. Hát képzeljétek el, 51 évvel ezelőtt itt álltam Kecskemét főterén, sem épület, sem ember nem volt. És akkor csak egy megbízás, hogy a Pannoniának hozzak létre Kecskemét egy műtermet. És akkor elképzeltem, hogy vidéken vagyunk, Budapesten van minden, mit fogok én csinálni, hogy valójában ne egy rossz értelmet vidéki kócerei legyünk, hanem valahol a világ animációs színvonalához közelítsünk. Még a szocializmus derekán vagyunk, a Kádár időszakában. Lássuk, hogy a világban mi történik. Menjünk el azokba a fesztiválokba, ahova el lehet menni. Hát Zágrábra lehetett menni a animációs fesztiválra, rövid filmfesztivál, ami érdekes volt Krakóban, és hát Várnában volt animációs fesztivál, és oda mentünk saját költségünkön, de az egész stúdió. Pontosan azért lássuk, hogy mi történik a világban. És akkor több ilyen fesztivál látogatás után úgy gondoltam, hogy ilyet mi is tudunk csinálni. Tulajdonképpen fokozatokat kell elképzelni, hogy az első két KAF az alapvetően a hazai animációs filmtermés bemutatását célozta, persze kiegészülve rengeteg kísérőprogrammal már akkor is, életművetítések, retrospektívek, ha indokolt volt, akkor megemlékezésekkel. Alapvető fontosságú elem volt az, hogy 96-ban egészült ki az Európai Egészestés Animációs Filmek versenyprogramjával a KAF. Tehát innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy tulajdonképpen két párhuzamos, illetve összefonódó rendezvény zajlik egy azon nagy fesztiválon belül, hiszen a magyar versenyprogramnak a testvérévé vált az Európai Egészestéseknek a bemutatása. Tudod, a rajzfilmesek, meg hát általában a grafikusok, azok olyan otthonülő emberek, ülnek egy rajzasztalnál, éjt-nappallá téve dolgoznak. És néha kiszabadulni ebből a világból, néha találkozni a kollégákkal, összejönni a kollégákkal, leülni együtt, sörözni, vagy megbeszélni a filmeket, vagy nézni, hogy mások milyen filmeket csinálnak, ez azért nagyon-nagyon fontos élmény. Ez tényleg, valószínűleg ez élteti a KAF-ot, de hát ugye az, hogy ez egy két évenként visszatérő, rendszeres baráti találkozója a magyar, és újabban már nem csak a magyar, hanem a nemzetközi animációnak is, ez egy fontos és szerintem hiánypótló vállalkozás. Hát ez az ünnep, a film ünnepe. Tehát egy ilyen nagyon jó érzés, hogy most erről szól minden, hogy filmeket csinálunk. Meg ez az egyik, meg a másik a találkozások. Az mindig tehát a kommunikációt én mindig nagyon fontosnak tartottam. Főleg a generációk közötti kommunikációt. De én most fiatalokkal dolgozom a stúdióban, tehát egy ilyen kis 3D-s fiatal csapattal, és nagyon élvezem, hogy ők tök más dolgot tudnak, mint én, és hogy össze lehet rakni ezeket a tudásokat. Thank you.
jó a városnak és az egész magyar animációs szakmának, mert végig abban gondolkodtam, hogy a Kecskeméti Animációs Fesztivál az a két évenként a magyar animáció ünnepe legyen, és ha ünnep, akkor az vendégeket kell hívni, tehát nem csak a rendezők, akiknek a versenyprogramba kerültek, bűnműködöm a szakmának a hátországát is meghívom, azokat is, akik már esetleg nem aktív rendezők, filmkritikusokat, hangmérnököket, zeneszerzőket, tehát mindenki, aki a magyar animációhoz valami köze van. Hát így alakult ki tulajdonképpen a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Hát animációs filmfesztiválban is jöttem több filmmel is. A Reductionben dolgoztam most itt, amit ma este fognak vetíteni, illetve még az Attitűdben voltam szereplő és animátor, ami egy ilyen stop motion és pixelációs film, meg az Alvásokban is animáltam. És leginkább így a társaság miatt, tehát hogy találkozni így a szakmabeliekkel. Én 2009-ben jöttem először Kafra, és a Rufus Ferrinél kezdtem a tanulmányaimat, és ő csábított minket le, tőle tudom, hogy egyáltalán ez így létezett, és akkor azóta így minden második évben visszajárok, amikor van Kaf, vagy egy filmmel, vagy stábtagként, de akár csak látogatóként, mert egyszerűen nagyon jó a társaság, és mindig jó azokkal a kollégákkal találkozni, akivel egyébként így külön nem biztos, hogy összefutnánk, hogyha nem egy produkcióban dolgozunk. Én a versenyfilmprogramban a Helfer című animációs filmemmel érkeztem, amit a Momén készítettem el. Ez egy rotoszkóp animációs technikával készült film, és egy megtörtént élményt dolgoz föl, egy szürreális cselekményábrázolással, egy kísérleti technikával. Eddig 55 fesztiválra jutottam be vele. Sajnos nem nagyon volt lehetőségem külföldre utazni, eddig kétszer tudtam vele személyesen megjelenni Spanyolországban és Portugáliában. Ez a harmadik olyan esemény, ahol személyesen is jelen lehetek. Sziasztok! Szia, öcsi! Az összes szakmai ember itt van, és egyrészt az is, meg nagyon sok, amit én észrevettem így az elmúlt, volt már ezelőtt is tapasztalatom a fesztiválokkal kapcsolatban, az a legjobb, hogy nagyon sok barátságot lehet kötni, nagyon sok szakmai emberrel lehet dolgozni együtt, és később, például ez a filmem, ez pont, hogy az előző Kaffal kapcsolatban kötődött barátságokból jöttek nagyon sok segítség, és nagyon sok barátot lehet szerezni. Ez egy nagyon fontos dolog általában, sőt, néha többször is nézünk, ülünk kint, mint filmeket nézünk, bár azért meg vagy ismerik, vagy, de nagyon jók a szakmai programok, csak hogy kint úgy a barátságok kötődnek, meg minden, és így azért néha elbeszéljük az időt. Az egy nagyon jó lehetőség a fesztiválon, hogy az idősebb generációval is találkozhatunk, és így megszólíthatjuk őket, vagy akár egy párbeszéd elindulhat köztünk. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum a fesztiválnak. Én nagyon szeretem a helyszínt, szerintem nagyon jók az elhelyezkedései a moziknak, én azt külön szeretem, meg van egy ilyen bensőséges feelingje a városnak is, meg ahogy ez így meg van csinálva.
az jó érzés a fesztiválban, hogy kiszabadulunk kicsit így a mindennapokból, és hogy nem, tehát hogy teljesen eljövünk otthonról, és hogy csak így az animációs közegben vagyunk, és filmeket nézünk, és nincs az, hogy hazaugrom még dolgozni például. Tehát hogy ez a része, ez nagyon jó érzés. A Nemzeti Filmintézet számos animációs film és sorozat gyártását támogatta az elmúlt időszakban. Egyike ezeknek Orosz István Dublőr című filmje is. Orosz István Kossuth díjas grafikus művész és animációs filmrendezőnek a fesztiválon nyílt kiállítása. Itt osztotta meg velünk gondolatait a KAF-ról. Itt vagyunk a KAF-on, illetve majdnem a KAF-on, mert a Bozsó gyűjtemény galériája előtti parkban beszélgetünk, de a KAF-hoz, a Kecskeméti Animációs Film Fesztiválhoz kapcsolódik az a kiállítás, amelyre engem most meghívtak. A KAF-on, a film fesztiválon, amit ugye 15. alkalommal rendeznek meg az idén, én eddig mindegyiken itt voltam, nem mindegyiken versenyfilmmel, de legalább 10 alkalommal versenyfilmmel is voltam. Most csak egy retrospektív összeállítás ment a filmjeimből. A Kecskeméti Animációs Stúdióval szoros együttműködésben dolgozott Jankovics Marcell, aki néhány hónapja már nincs köztünk. A fesztiválon rá is emlékeztek a pályatársak. Mert hát minden fesztiválon, minden évben egy-két baráttal kevesebben vagyunk, akik meghatározó személyisége voltak a KAF-nak, aki miatt érdemes volt idejönni. Mondjuk én, nekem személyesen a Gyula Illius az egyik legjobb barátom volt, a Jankovics Marci, hát szinte mesteremként gondolok rá. Szóval ők most nagyon hiányoznak. És hát rájuk is emlékezünk, amikor beülünk egy-egy vetítésre. És már nekünk úgy fiataloknak akkor, amikor a Marcell bekerült az életünkbe, nagyon sokat járt le Kecskemétre. Hát úgy néztünk rá, mint a... megmentőnkre, vagy az Istenre, tehát hogy nagyon-nagyon sokat adott nekünk, nagyon inspiratív volt, nagyon-nagyon biztatott bennünket, nagyon sokat tanultunk tőle. Én, nekem úgy személyesen, azt hiszem, ő az egyik mesterem. Igen, és visszagondolok, nagyon fontos volt az életemben Marcell. A Kecskeméti Animációs Stúdió egyik legismertebb sorozata a nem oly rég Hungarikummá nyilvánított Magyar Népmesék. Tehát a népmesékkel kapcsolatban abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a legelső népmesétől a legutolsóig én végig dolgoztam ezt a 30-valahány évet. Tehát hogy játszották az életemet a népmesék. Az első animációm az a főcím animáció volt, úgyhogy azt akkor mint kezdő animátor én csináltam. És hát utána nagyon-nagyon, tehát ugye a Marcell szárnyai alatt szépen kialakult a stílusa, a csomó mindenre így fény derült, hogy mik a fontosak, hogy milyen a grafikai világa, a zenei világa. Később én átvettem, sok-sok forgatókönyvet rajzoltam. Nagyon fontosnak tartottam, hogy képzőművészeket, festőket, tehát hogy ne legyen az a szokványos rajzfilmes háttérvilág, hanem hogy újítsunk, hogy olyan emberek kerüljenek bele, akik távol vannak kicsit az animációtól. És nagyon sok ember dolgozott benne, tehát nagyon sokan jöttek, mentek a stúdióból, de a népmesébe mindenki részt vett egy kicsit. Az égigérő fa megnevezéssel 2000 forint értékű emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál keretében.
Az érmekibocsátás apropóját a rajzfilm sorozatot jegyző Kecskeméti Rajzfilm Stúdió alapításának 50. évfordulója szolgáltatta. Az emlékérmét Imrei Boglárka fémműves formatervező iparművész tervezte. Nagyon nagy megtiszteltetésért, hogy részt vehettem ennek az érmének a megtervezésében és kivitelezésében. Azért is volt egy külön személyes élmény számomra, mert én a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában mindig áhítoztam, hogy majd egyszer a Rajzfilm Stúdió berkein belül is bekukkanthatok. Nagyon érdekelt az animáció világa, és külön megtisztelő volt, hogy ezt a lehetőséget is megkaptam, és így az évforduló alkalmából ez az első darabja a sorozatnak megszülethetett a kezem által. Nagyon izgalmas volt a tervezési folyamat is, hiszen egy olyan műfajt kellett vizualizálni, nem csak síkba, hanem térbe is helyezni, ami azért nem egy egyszerű átírás, viszont nem szerettem volna semmiképpen se ebből a képi világból kilépni, ezáltal szerettem volna a tipográfiát, a betűket és ugyanazokat a karaktereket használni, és egy picit belehelyezkedni ebbe a világba, ami nem volt nehéz, hiszen én ebben nőttem föl, ezeknek a meséken nőttem fel. Magyar népesség sorozatot egy más minőségbe emeltük, korszerű eszközökkel megőriztük, és korszerű eszközökkel továbbítjuk a világban, ezért van az, hogy 170 országból, mondjuk 136 millió megtekintése van. Filmtörténeti kuriózum, hogy ilyen sokáig készüljön egy sorozat. Úgyhogy mi mindent megéltünk a Cell animációtól, kezdve a 35-ös film, akkor egy picit már jött a komputer, akkor. Tehát így a stílusa is változott nyilván egy kicsit a technikai adottságok miatt. Ha visszagondolunk a KAF történetére, akkor azért arra is kell gondolni, hogy ez a technika, ez nagyon megváltozott. Tehát amikor mi a 80-as években, vagy a 70-es, 75-től foglalkozom rajzfilmmel, elkezdtünk dolgozni, akkor ugye rajzasztaloknál, világítóasztaloknál, pauszokra rajzoltuk, és így nézegettük, hogy jól mozdul-e, vagy nem mozdul jól. Aztán a 80-as évek vége felé bejött a komputer, aztán a 90-es évek táján már elkezdtünk nem 35 mm-es filmre forgatni, hanem elektronikus anyagokra forgatni. A KAF egyik jellemzője, hogy a fesztivál díjazottjainak járó szobrocskáit minden évben újra gondolják. A legelső fesztivál grafikai terveihez hűen maradva, de mégis másként tervezik meg. Az idei díj tervezője Ulrich Gábor. Ez egy nagyon érdekes, nagyon szép és nagyon nehéz feladat volt a számomra. Az volt az igény, hogy az alapemblémát, amit több évtizedet terveztek, ültessük át három dimenzióba. Alapembléma egy térbeli paradoxont ábrázol, aminek ez a bizonyos optikai csalódás jelleg csak ebből a kettő nézőpontból jelentkezik. És ugye látjuk körbeforgatva, hogy ezt egy ilyen különös csavarodással sikerült elérni. Hát én úgy gondolom a jövővel kapcsolatban is, hogy változni kell, lépést kell tartani, mint ahogy a filmszínházok után ugye megjelent a televízió, és most megjelentek az okos telefonok. Épp így nekünk is változtatni kell a filmkészítésnek a körülményein. Itt Kecskeméten az egyetemen indítunk animációs szakot. Az animációban az összpontos, amit általában is várok, vagy szeretek a filmekben. Tehát én nem a valóságot szeretném viszont látni a filmekben, hanem valami annak égi mását, vagy valamilyen átszellemített változatát. És erre az animációs filmnek vannak talán a legkifinomultabb, de legalábbis rendkívül sok feliágazó eszközei. Köszönjük, hogy velünk tartottak a Svenkkel ide Kecskemétre is, hamarosan újra találkozunk.